Sziasztok! A mai részben elviszik a Mitsubishit meg a Cinquét fotózni, úgyhogy tartsatok velünk! Ami itt a felállás, Evo 6-os Mitsubishi, Tamás, aki az Insta story-t látta, Ulaven, legyen neked szerencsés Takács Attila, illetve Borbála, ő fog jönni a Cinque Centóval. Te vagy a sofőrünk az Ulisszébe, ami nagyon-nagyon fontos szerep, hiszen rajtad múlik minden, örülsz? Megoldjuk, persze. Okay. Na, igazából ennyi, az Ulisszébe az üléseket hátrarakjuk gyorsan, és már mehetünk is. Szóval valószínűleg föntről jelentkezünk. De szerintem a szokásos bevált módszer lesz, hogy kiveszünk a kalaptartót, és ezt a két ülést megfordítva berakjuk ide. Nem, az jó lesz. És akkor tök jól tud majd hátrafele fotózgatni. Mit gondolsz? Ez így jó lesz neked? Szuper, tökéletes. Be tudom magam kötni. Igen. Itt a walkie-talkie. Ú, az ott jó. Ezen fogunk majd kommunikálni. Nem esik ki? Hát, de biztos. De, jó. Azt csak úgy odaraktam. De amúgy nem biztos, hogy kiesik. De az úgyse nálad lesz amúgy, hanem a sofőrnél, amíg jó. Na most van az, hogy Tomi átül az Ulisszébe. És egyébként a fények tök jók, meg az idő is náza. Ennyi. Hallod, bátya? Átül a Tomi hozzád. Jó. És hogy legyen a nála legyen a beszélő? Szerintem jó, nem? Jó, akkor majd azt add ide. Nálad lesz a beszélő, fogunk beszélgetni, mit szólsz hozzá. Amit ő mond, azt majd közvetítsd nekem. Jó? Na, szuper. Elnöki lakosztály. Ami fontos, nem tudom, hogy az aksia mi van, nincs meg a töltés, mindig az egyes csatornán legyen, véletlenül elizélődne. Ha kikapcsol, meg hívás. Kikapcsol, akkor meg testvére, akkor telefon. Jó? Na. Akkor majd menjetek előttem. Igen. Majd szóljál neki, hogy a sorompósnál álljunk meg, tudod? Jó. Ott messze? Jó. Na, ennyi. Te pedig csak gyere utálom és kövess. Jó? Na, ennyi. Most én megyek elől, Bori jön utánam, és az Ulisszét követem. Hiszen most fog fotózni, ami persze teljesen legális, veszélytelen, és ennyi. Nem tudom, hogy ezzel mit videózzak, mert nyilván sok mindenkinek nem fog tetszeni, természetesen lezárt útszakasz, és nem jön senki, sehol, soha. Hopp, most egy napfény, nagyon jó, igen. Megyünk az első checkpointhoz, ott lerakjuk a Cinque Centót, és hogyha leraktuk a Cinque Centót, akkor csak az Evo-t fotózzuk, mert most azért így vegyesbe van, tehát most a kanyarba, ahogy így lehet, úgy a Tomi a Cinquét is fotózza, és ennyi. Utána átülünk a Cinque Centóba, és azt fogjuk így fotózni, szóval ennyi. Itt már nincs lezárva az útszakasz, félreálltunk, most megnézzük a... Mi a helyzet? Lettek jók? Figyelj, lettek, most ez itt nem fog látszódni, meg rengeteg, tehát hogy így átpörgetem, tehát így aha. Eszméletlen sok. Hopp, ott láttam valamit. Aha. Itt jó közel jöttél. Mit csináljak, hogy közel menjek, vagy távol? Melyik a jobb? Kettő közt. De amikor oldalra jössz... Tehát ide? Tehát ide? Te háttérben is az fények, ja, színek. Ez minden, ez baromi jó. Majd jó. Úgy is be lesz vágva, hogy persze, ki jó. Egyértelmű. Tólag, de ez is... Hát, bátya. Ja. Erre születni kell. Tezsvérem, itt mi a helyzet? Jó. Faszom, minden. Jó minden. Jó kocsi, nem? Nagyon nagy. Ennyi. Váltógomba legkomolyabb. Nem jár le az amúgy, de... Hát de mostanában elkezdett tönkre menni, úgyhogy majd le vissza kell ragasztani, mert csak ragasztom. Na, akkor most mi legyen? Fotózzuk a Mitsubishit? A Cinquét már lehet? Szerintem lehet, figyeljük.
Mert amúgy én azt mondom, hogy a Mitsubishiről nekem elég kettő kép konkrétan, érted? Tehát, hogy most csináltál 400-at, abból csak lesz kettő, nem? Persze, persze, most nézegetem, már bőven van kettő, de öt is. Jó, akkor viszont csinkve. Kevés, jó. Csinkve. Csinkve, örülök, hogy fehércipőbe jöttél. Mert? Hát így nem lesz átlövős fák közti kép, de... Ó, az meg igen. Mert az előző fotózás során volt egy akkora ötlete a srácnak, hogy elképesztő. Hát látjátok, szerintem ez magáért beszél. Ezt most valószínűleg nem fogja tudni megcsinálni, ugyanis nagyon-nagyon vizes a talaj, fehér cipőbe jött, ennyit nem ér a sztori nekünk. Ha most azt hiszem, tudom, a Mitsubishit addig hova rakjuk? Lehet oda az Ulissa helyére. Nem? Volna. Jó van, már csak viccelek, nincs jelentés. Igen, már múltkor, már be is vágtam, úgyhogy. Jó, akkor a csinkvével megyek mögöttetek, akkor te ülj be ebbe a kocsiba, akár Tomi mellé, nem? Vagy előre, attól függ, hogy lesz-e rosszul. Akkor lehet videózni. Ja, és videózhatnál, hogy Mizu. Majd de szép vagy. Visszamegyünk a lezárt részre. Ugyanis sorompók védenek, csak mi itt tudtunk leparkolni, tudjátok, és az a sztori. Na, remélem kiszabadítják onnan az Ulisszét, aztán ennyi. Nagyon sokan vannak, ez borzasztó, tehát a másik rész az elképesztő, hogy csak mi vagyunk, tehát ez egy akkora szerencse, hogy elképesztő. Nagyon örülök neki, mert így halál lenne az egész, meg így nem is csinálhatnánk, hiszen veszélyes tényleg. Így meg csak annyi veszélyes, hogy max kiesik valaki, de nem esik ki senki, mert nagyon jó, be tudja magát kötni mindenki, és ennyi. Ülök is át a csinkvébe, ami szintén elképesztő jól néz ki. Szerintem ebben az időben nagyon jók lesznek a színek. A tetőkárpit az még mindig nincs megcsinálva, tudom, de hát valamikor megcsinálom. Hallasz? Há, akkor ezt gondolom egy igent jelent. Tomi mindig azt mondja, hogy menjek közel. Igyekszem közel menni általában. Néha sikerül is. Igazából ilyen ez a sztori, fontos a helyszín nagyon, meg az, hogy biztonságban legyünk. Konkrétan végeztünk, tehát nem videóztam sokat, ez csak egy olyan videó, hogy lássátok azt, hogy hogyan szoktuk ezt csinálni. Nyilván ti ezt ne csináljátok, majd mi megcsináljuk helyettetek, ugyanis pontosan ez a lényege, hogy úgyse tudjátok, hogy ez mikor volt, hogy hol, meg ilyesmi. Tehát elmondhatjuk, hogy beszöktünk most egy olyan útra, ahol sorompó van, de le volt beszélve itt a helyiekkel, szóval ez teljesen tök jó, és köszönöm nekik, hogy segítettek. A lényeg az, hogy tényleg elzárt utakon sokkal jobb egy ilyet csinálni, mint közúton. Közúton látjátok, folyamatosan jön valaki szembe, meg milyenek. Egy a nagyon fontos szabály, hogy közúton soha nem menjetek így, jó? Nagyon veszélyes. Igaz, hogy ők most be vannak kötve, meg minden, meg 200 métert jöttünk kb. A normál olyan úton, ahol van forgalom, ez alatt nyilván nem történik semmi probléma. És ennyi. Most visszafordulunk, visszamegyünk erre a magánútra. Hát fordulj meg, aztán menjünk vissza, nem? Szóval most visszamegyünk a magánútra, reméljük még mindig nyitva van, és ennyi. Na, szép Ulissza. Azt nem tudom... Beszállok egy üdítőről. Tartottam, hogy azt nem tudom, hogy az Ulisszét, ha fotózzuk, mivel fogjuk fotózni. De aztán rájöttem, hogy hát van még egy Ulisszénk, amivel tudjuk az Ulisszét fotózni. Szóval ez meg lesz oldva. Nagyon könnyedén. Igen? Ez nagyon jó.
Figyelj, itt jön, és mindjárt megjön a háttérben egy fény. Figyeld, hopp. Tessérem, az olasz szellemek. Na, akkor most itt lövünk belőle állót, mert nagyon-nagyon jól néz ki a sztori. Aztán ennyi. És oda kéne most Tominak fölmásznia a fák közé, és akkor én itt jönnék, és csinálna olyan. Nem, mindegy, majd, de jövő ősszel. Hallottad, hogy leért? Na, ezt akartam mondani, hogy na, bátya, mi a véleményed erről az egészről? Kíváncsiak a te szemszögedre is. Nem voltam még így, de elég jó. Elég jó? Na, majd jövök legközelebb. Na, fő vagy véve akkor. Ennyi, neked mi a véleményed? Nekem az, ami múltkor. Nagyon jó, tökéletes az Ulisszi erre. Az Ulisszi, az egy elképesztő jó. Tehát egy... Ez nem csak olyan dolgokra alkalmas, amire bármire, hanem erre is. Kapás, nem? Kocsinak. Neked mi a véleményed? Nagyon szuper volt minden. Kicsit fehérnek tűnsz itt a videóm. Szóval, ja, ennyi. Tudod, mi kéne még nekem? Olyan kép, hogy pózolok az Evóval, dikes pólóba. Jó, meglőjük. Azt most gyorsan meglőjük. Végeztünk a fotózással, irány a műhely. Visszajöttünk a műhelyhez, szóval ez a videó a végéhez ért. Olyan kommenteket, hogy az életveszélyes, meg illegális, meg ilyen fasságokat, ezeket engedjük el. Halál komolyan egy... Tehát a nagy részét úgy töltöttük a videónak, hogy egy teljesen lezárt részen voltunk, ahol nem volt más forgalom, meg semmi. Attilától ugye tudtok féktisztítót rendelni, ez nagyon fontos, hogy a Mr. Féktisztító, ugye ezt tudjátok. Nagyon köszönöm neki a sofőrködést, Borinak a Cinquecento vezetést, Tominak a képeket, nektek meg, hogy megnéztétek ezt a csodás videót, és a következő részben találkozunk, ami egy nagyon-nagyon hosszú rész lesz, már nagyon régóta igyekszem megvágni, de nagyon nehéz számomra, mert össze-vissza van, ugye az idősíkok, a téridő kontinuum az egy kicsit fölborult, a Glass Blastról lesz szó. Úgyhogy tartsatok velem a következő részben, és addig is sziasztok!